A Paks 2 projekttel kapcsolatos aktualitásokról tájékoztatta régiónk kormány megbizottjait, megyei önkormányzati vezetőit, Süli János a Ferropatent ZRT telephelyén tartott találkozón. A kezdetektől nem csak Paksban, hanem térségben, régióban gondolkodunk, hangsúlyozta a rendezvényen a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. Ezt a térséget mi szándékosan elkezdtük kitágítani, nem véletlenül volt itt több megye vezetése. Alapvetően mi egyértelműen Baranya, Somogy, Tóna megye és Bács-Kiskun megye, hisz a híz összeköt bennünket ebbe a vonatkozásba, de ugye Fehér megyével is értelemszerűen ezt a kört tudjuk bővíteni, hisz Dunajváros mindenféleképpen ebbe a centrumba beletartozik. Süli János azt is kiemelte, hogy a beruházás fixáras, 12,5 milliárd euróba kerül, amin nem változtat az, hogy mikor kezdődik el és mikor fejeződik be az erőmű építése. Hozzátette, a Rosszatom nagy mértékben a magyar vállalkozókra szeretne építeni. A kiválasztásnak az az alapja, hogy az orosz fél köt egy előszerződést, amikor akár versenyeztetésbe vagy meghívásba, de 55%-át a munkáknak versenyeztetésbe kell, ez ugye a brüsszeli bizottság döntése, és utána az előszerződést követően esik át minősítésen minden cég, belértve az amerikai, azt is, a magyar cég, azt is, ezt a Paks 2 szervezete végzi, aki az engedélyesi jogokat gyakorolja, bevonva az OHÁ-t, Országos Atomenergia Hivatalt. És ha a kiválasztott cég alkalmas arra, hogy nukleáris műben dolgozzon, véglegesítik a szerződést, tájékoztatott Süli János. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy decemberben a kormány elfogadta a térség úthálózatának 187 milliárd forintos fejlesztési programját. Az első útfelújítások Nagydorog és Németkér felé késztervek esetén már idén elkezdődhetnek. Azt gondolom, hogy együtt, hogyha úgy adódik, akkor közösen az engedélyeztetést, illetve a térségfejlesztést, hiszen itt azt hiszem, hogy azért az engedélyezésnél ez egy lényegesen fontosabb momentum, hogy a térségfejlesztésben működjünk együtt. Mi Tolna megyeiek egyrészt nem vagyunk szűkebbűek, másrészt azt hiszem, hogy egy ilyen típusú beruházásnál elsősorban a barátok, a környező megyéknek a vállalkozóit, vezetőit illik meg, kell megszólítani. Süli János azt is elmondta a tanácskozást követően, hogy a térségfejlesztés szempontjából jelentős beruházásként a Kalocsai Dunahídnak 2022 második felében el kell készülnie, és az erőmű projekt keretében a paksi vasúti pályát is alkalmassá teszik arra, hogy az atomerőmű építést kiszolgálja. További részletek a hétfői Közéleti magazinban.